három hónapos szünetet követően október 13-a és 15-e között a versenynaptár legtradicionálisabb futamával, az 51. Aqua Profit Meccsek Rallyval folytatódnak az ORB küzdelmei. A mecseki viadal első napján egy prológ várta a Rally 1 és az ORC 74 párost számláló mezőnyére. A közönség csalogató szakasz az elmúlt évek pogányi kitérője után visszakerült a Pécs Pláza parkolójába, ezzel együtt pedig a nézők is visszatértek a pálya szélére. Most nagyon tetszik az autó, sikerült találnunk, úgy néz ki egy olyan beállítást, amivel sokat tudtunk gyorsulni, úgyhogy én bizakodó vagyok. Remélem, hogy minden összejön, sikerül, szeretem a mecseki pályákat, és a legjobbat szeretnénk magunkból kihozni. Nagyon nehéz versenyre számítok, én úgy gondolom, hogy a holnapi nap az nagyon nehéz lesz. Nehezek a gyorsasági szakaszok, úgy gondolom, hogy jól fel tudtuk dolgozni a pályákat. Remélem, hogy gyorsan fogunk tudni menni ezen a versenyen, és jó eredményt fogunk tudni elérni. Én azt mondtam mindenhol, akivel eddig beszéltem, hogy ez egy Rally Európa bajnokságnak is megfelel ez a penzum a hétféle gyorsági szakasszal. Komoly meccs lesz, azt gondolom, én erre számítok, főleg úgy, hogy a holnapi napon lesz ötféle pálya, úgyhogy le a kalappal. Nagyon tetszenek, szeretünk itt versenyezni, és ami nekem nagyon külön öröm, ez a 20. Meccsek Rally, úgyhogy ez egy jubileum. Várom már, hogy holnap versenyautóba ülhessünk.